Lineáris egyenletrendszer megoldása a Gauss módszerrel. Oldjuk meg a képen látható lineáris egyenletrendszert. Írjuk fel az egyenletrendszer bővített mátrixát. Nézzük először a megoldást. Láthatjuk, hogy ha a bővített mátrix bal felső 3x3-as részét vizsgáljuk, akkor annak fő átlójában az x, y és z változóknak megfelelően egy szerepel, a többi helyen nulla. A megoldás mátrix alapján írjuk fel az egyenleteket a kiindulási egyenlet formátumához hasonlóan. Az egyenletekből hagyjuk el azokat a tagokat, ahol az együttható nulla. Az eggyel való szorzásoknál az együtthatókat nem szükséges kiírnunk, illetve az utolsó egyenletet el is hagyhatjuk, hiszen az nem tartalmaz ismeretlent. Lássuk az egyenletrendszer lépésről lépésre történő megoldását. Első lépés, szorozzuk meg az első sor értékeit kettővel. Második lépés, vonjuk ki az első sort a másodikból. Harmadik lépés, egyszerűsítsük vissza az első sort kettővel való osztással. Negyedik lépés, vonjuk ki az első sort a harmadikból. Ötödik lépés, vonjuk ki az első sort a negyedikből. Hatodik lépés, cseréljük fel a második és negyedik sort. Hetedik lépés, szorozzuk be a második sort kettővel. Nyolcadik lépés, vonjuk ki a második sort a harmadik sorból. Kilencedik lépés, egyszerűsítsük vissza a második sort, azaz osszuk el kettővel. Tizedik lépés, cseréljük fel a harmadik és negyedik sort. Tizenegyedik lépés, szorozzuk meg a harmadik sort hárommal. Tizenkettedik lépés, adjuk hozzá a harmadik sort a negyedik sorhoz. Tizenharmadik lépés, egyszerűsítsük vissza a harmadik sort, azaz osszuk el hárommal. Tizennegyedik lépés, szorozzuk meg a harmadik sort mínusz egyel. Tizenötödik lépés, adjuk hozzá a harmadik sort a második sorhoz. Tizenhatodik lépés, szorozzuk be a harmadik sort kettővel. Tizenhetedik lépés, vonjuk ki a harmadik sort az első sorból.
18. lépés, egyszerűsítsük vissza a harmadik sort, osszuk el kettővel. Tizenkilencedik lépés, vonjuk ki a második sort az első sorból. Huszadik lépés, helyettesítsük vissza a kiszámolt értékeket az eredeti egyenletrendszerbe. Huszonegyedik lépés, végezzük el a szorzásokat. Huszonkettedik lépés, végezzük el az összeadásokat. A visszahelyettesítés után az egyenletrendszer megoldása jónak tűnik, támasszuk alá ezen állításunkat egy másik rendszer számításával is. A lineáris egyenletrendszer megoldását a Gauss eliminációval a Wolfram alfa oldal segítségével is megoldhatjuk, a képen látható beviteli mezőben megadjuk, hogy egy Gauss eliminációs eljárást szeretnénk indítani, kapcsos zárójelek között a bővített mátrixot adjuk meg, a külső, kapcsos zárójelek írják le a teljes mátrixot, míg a belső kapcsos zárójelek között a kibővített mátrix sorai szerepelnek, mind a sordefiníciókat, mint pedig a belső kapcsos zárójelek közötti sorértékeket vesszőkkel választjuk el egymástól. Nyomjunk egy Enter billentyűt, ekkor megkapjuk a lineáris egyenletrendszer megoldását mátrix formájában, és amennyiben egy Pro előfizetéssel rendelkezünk, úgy ennek a lineáris egyenletrendszernek a lépésről lépésre történő megoldását is végigkövethetjük az oldallal. Tehát most az első lépést láthatjuk a képernyőn. A következő lépés gombbal a következő, azaz második lépést. A harmadik lépést. A negyedik lépést. Az ötödik lépést. A hatodik lépést, a hetedik lépést, a nyolcadik lépést, a kilencedik lépést, a tizedik lépést, a tizenegyedik lépést, a tizenkettedik lépést, a tizenharmadik lépést, a tizennegyedik lépést, és végül a tizenötödik lépésben eljutunk a lineáris egyenletrendszer megoldásáig.